Köszöntök szeretettel mindenkit a mai Isten tiszteletem, és ahogy Dani is mondta az elején, egy sorozatot kezdtünk a reformációnak az 500. évfordulójával kapcsolatban, és az előző két Isten tiszteleten arról volt szó, hogy egyedül a Szentírás, illetve egyedül hit által, és a mai napon szeretném, hogyha megnéznénk a harmadik részt, ami így hangzik, hogy sola gratia, tehát egyedül kegyelemből, és amikor készültem erre az Isten tiszteletre, azon gondolkoztam, hogy így az embereken, hogy milyenek vagyunk, hogy milyen a gondolkodásunk sokszor, és azon gondolkoztam, hogyha valamit elértünk az életünkben, hogyha valahova eljutottunk, hogyha valamink van, akkor sokszor a saját dicsőségünket keressük, azt keressük azt, hogy milyen érdemeink vannak. És azon gondolkozunk, hogy mi az, amit én elértem, mi az, amit én tettem meg, mi az, ami az én érdemem, mi az, amire büszke lehetek, vagy mi az, amire büszkék lehetnek mások, mi az, amiért büszkék lehetnek rám mások. És igazából érdekes az, hogyha valaki próbálja ezt kicsit megpiszkálni, hogy figyelj, hát ez nem csak te érted, hát azért én is nagyon sok mindent tettem érte, sőt, a nagy részét én tettem ennek az egésznek, akkor hát valójában az ember legtöbbször úgy belsőleg, hogyha nem is mindig ezt mondja ki, azért az van, hogy hát azért én nagyon-nagyon-nagyon sok mindent tettem, nagyon sok mindent elértem, és nagyon sok minden, amin van, az hát nagy része az én érdemem. Persze segítettek mások is, meg persze Isten is, de sokszor így állunk hozzá. És hát szeretném, hogyha megnéznénk a Bibliában egy részt, ez a Korintusiakhoz írt első levél, negyedik fejezetében van. Ez egy rövid igerész, ez 1 Korintus 4:7, ami így hangzik, mert ki tesz téged különbé? Mit van, amit nem kaptál, ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? És azt mondja ez a rész, hogy mindenünk, amink van, azt kaptuk. És semmi se kizárólag saját magunktól értük el. Most ebben a részben igazából főleg a kegyelmi ajándékokról és a képességekről van szó, de hogyha komolyabban belegondolunk az életünkbe, akkor én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindenre igaz. És főleg, hogyha belegondolunk, hogyha az életünk elejéről, vagy az elejére, amire nem emlékszünk, csak meséltek róla, vagy láttunk képeket, mekkora befolyásunk volt arra, hogy milyen családba születünk? Hogy kik lesznek a szüleink? Hogy ki lesz az édesapánk? Ki lesz az édesanyánk? Ezt mennyire saját magunktól értük el? Vagy mennyire saját magunktól döntöttük el? Hogy milyen képességekkel születtünk? Hogy milyen értelmi képességeink vannak? Vagy fizikai képességeink vannak? Persze lehet ezeket fejleszteni, de nem mi hoztunk döntést arról, hogy milyen magasak leszünk, hogy milyen fizikumunk lesz, hogy milyen értelmi képességeink vannak, hogy éppen jobban bejönnek a matekos, meg a hasonló dolgok, vagy éppen minden nap 3 verset írok. Tehát igazából ezt se elsősorban magunktól döntjük el. Hogy elsősorban, sőt nem magunktól döntjük el, hogy milyen képességeink vannak. És hogyha belegondolunk abba, az a tudás, amink van, az iskolai végzettség. Azt is mondhatjuk arra, hogy persze sok mindent belefektettünk, de hogyha jobban belegondolunk, Isten kegyelme az, hogy felvettek abba az iskolába, Isten kegyelme az, hogy el tudtuk végezni, hogy volt időnk arra, hogy tanuljunk ott, hogy odaszálljuk az időt, hogy tényleg fölfogjunk mindent, még azokat a dolgokat, amikre legelőször úgy láttuk, hogy erre egy hónap se elég, és hogy megértsük. És mégis Isten segített abban, hogy ezeket a dolgokat felfogjuk és megértsük, és elvégezzük, akár azt az iskolát, akár középiskolát, egyetemet, vagy bármilyen más iskolát. És én úgy látom, hogy van munkánk, az, hogy van gyülekezetünk, hogy vannak családunk, hogy vannak barátaink, az se elsősorban a mi érdemünk. Persze, mondhatjuk a munkára azt, hogy sok mindent belefektettem, és Isten és én is benne voltam abban, hogy előrébb jutottam. De hogyha belegondolunk a mindennapokba, azokba a dolgokba, hogy már lehet, hogy x éve ott dolgozol ugyanazon a munkahelyen, vagy ugyanazt a munkát csinálod, Isten adja minden reggel az erőt ahhoz, hogy felkelj. Hogy bemenj, hogy motiváltan, hogy örömmel tud végezni azt a munkát.
Isten adja hozzá a képességet, hogy ezt meg tud csinálni. Ő adja az értelmet és a bölcsességet ahhoz, hogy jó döntéseket tudj hozni, amikor emberekkel kell foglalkozni, amikor végig kell gondolni, hogy tudok segíteni ennek a személynek, annak az embernek, hogy mi lenne a legeslegjobb megoldás az ő számára, vagy hogyha gépekkel foglalkozunk, egy kicsit közöm van ilyen dolgokhoz is, akkor is Isten tudja a bölcsességet adni, hogy abban a feladatban mi lenne a legjobb és a legoptimálisabb megoldás, ami a legmegfelelőbb lenne arra az egy adott feladatra, amire azt használni fogják. És igazából én úgy látom, hogy ezt Isten adta meg, ezeket a dolgokat, ezeket a képességeket, ezt az erőt, ezt a bölcsességet, és ő ad lehetőséget nekünk arra, hogy tudjunk dolgozni. Vagy akár, hogyha valaki iskolába jár, hogy elvégezzük az iskolát, hogy minden nap be tudjunk menni azokra az órákra is, amikor a tanár csak felolvassa a jegyzetét, és én is megcsinálhatnám otthon magamtól, vagy lehet, hogy még kevésbé értem meg, amikor, ahogy ő elmondja, mint ahogy a jegyzetében van benne. És tehát az a jó, hogy tényleg az Úr tud adni erőt ehhez, és ő tud adni segítséget ahhoz, hogy amire ő teremtett, amilyen munkánk van, amiben ő szeretne használni minket, hogy azt meg tudjuk csinálni, és el tudjuk végezni. És Istennek lehetünk hálásak azért is, hogy van gyülekezetünk, hogy vannak barátaink. És nem én alakítottam ki úgy a barátaimat, hogy hát jó barátok leszünk, hanem jó, persze, lehet, hogy mi is benne vagyunk abba, hogy őszinte vagyok a másikkal, hogy megbeszéljük a dolgokat, hogy időt szakítok a másik szemére, de az, hogy ő milyen ember, és az, hogy én is megbízhatok benne, az egyáltalán nem az én érdemem. És Istennek a kegyelme az, hogy lehet olyan 1, 2, 3, 4 barátunk, akiben megbízhatok, és akivel gyakorlatilag bármit megbeszélhetek. De beszélhetnek akár így a családunkról is, a házastársunkról is, és igazából az is, én úgy látom, hogy Istennek a kegyelme, hogy Isten segít abban, hogy adott egy családot, akár a szüleinket, akár a testvéreinket, akár a házastársunkat, akár a gyermekeinket, akinek vannak gyermekei, és ez is Istennek a kegyelme. És neki lehetünk hálásak érte, mert nem mi döntöttük el, hogy milyen gyerekünk lesz. Mi csak szerettük volna, hogy legyen. De azt se döntöttük el, hogy milyen neme legyen, hogy milyen képességei legyenek, és Isten segített akár abban is, hogy szépen neveljük őket, vagy felneveljük őket. Persze ezt én többes számon mondom, de én még nagyon, nagyon az elején vagyok. Viszont, hogyha visszatérek még a gyülekezetünkre, hogy Istennek lehetek hálás azért, hogy egy olyan gyülekezetben lehetek, ahol, hogyha megnézem, teljesen különbözőek az emberek. És teljesen más háttérből jönnek, teljesen más családból, teljesen más gondolkodással, teljesen más helyről, még tehát igazából még sok helyen még az ország se ugyanaz, ahonnan származunk, de Isten szerkesztette így egybe a gyülekezetet. És nagyon jó az, hogy ebben is láthatjuk Istennek a kegyelmét, hogy így tudunk együtt lenni közösségben. És hogyha belegondolunk ezekbe a dolgokba, akár a családunkba, akár a barátainkba, a gyülekezetbe, akár a munkánkba, akár különböző dolgokba, hogy tényleg mennyi mindent köszönhetünk Istennek, sokszor azt veszük észre, vagy azt vehetjük észre, lehet, hogy néha csak másokon, hogy egy idő után olyan természetessé válik. Természetessé válhat az, hogy kaptunk egy ajándékot, akár a családunkat, házastársunkat, barátainkat, gyülekezetünket, kaptuk a munkánkat, segített Isten, hogy elvégezzük az iskolát, és azt is neki köszönhetjük. És így idő után természetessé válik, hogy hát persze, van diplomám, van feleségem, hát te persze, hát van egy kocsim, van egy házam. Tehát olyan teljesen természetesnek tudjuk kezelni. És úgy gondolunk rá, hogy hát igen, ezt én értem el. Nézzétek, ezt a 50 milliós házat. Hát igen, én építettem föl saját két kezemmel. És úgy gondolkodunk róla tényleg, mintha én értem volna el, mintha én dolgoztam volna megérte,
ez járna nekem, mint hogyha megérdemeltem volna. És mint hogyha csak saját magam miatt tartanék ott, ahol tartok. És amint mondtam az elején is, hogy kegyelemből élünk. Csak Istennek a kegyelméből lehet az, amink van. És hogyha belegondoltok, akkor meg hogyha ezt megértjük, akkor nem ilyen felfogalkodottság lesz bennünk. Nem az lesz bennünk, hogy hát igen, ez mind magamnak köszönhetem. Ezt mind én értem el. Tehát tényleg, hogyha ezt teljesen megértjük, ezt, hogy kegyelemből van mindenünk, Isten kegyelméből, akkor ez egy nagyon nagy fokú hálát vált ki a szívünkben. Hogy mennyire hálás vagyok Istennek. Mennyire hálás vagyok Istennek a családomért. Mennyire hálás vagyok Istennek a barátaimért, a gyülekezetemért. Mennyire hálás vagyok Istennek azért, hogy van hol dolgoznom. Hogy olyan emberek vesznek körül, akikkel, hogyha nem is biztos, hogy mindenkivel, de legtöbb emberrel szeretek együtt dolgozni. Vagy szeretem, amit csinálok. És van olyan ismerősöm, akin tudom, hogy ő minden reggel úgy megy be dolgozni, hogy utálja a munkáját. És ő csak azért megy be dolgozni, hogy azt letudja, és utána a következő hónap elején megkapja a fizetését. Hogyha ugye semmiért kapna pénzt, akkor őt biztuti nem menne be. Bár lehet, hogy ezzel sokan lennének így, de mert másra is lenne időnk, de van olyan, tényleg van ilyen ismerősöm, aki nem látom azt, hogy akár az elmondás alapján, akár a megnyilvánulásaiból, meg a hozzáállásából, hogy talán egy picit is szeretni azt a munkát, amit csinál. És tehát igazából visszatérve, hogyha látjuk ezt, hogy mindenünk kegyelemből van, akkor megbecsüljük azt, és látom azt, hogy ez milyen nagy kiváltság. És hálás leszek Istennek azért, amit kaptam. Hálás leszek Istennek a családomért, a házastársamért, a gyerekeimért, hálás leszek Istennek a munkámért, a gyülekezetemért, a barátaimért, és fontos, hogy ezt a hálánkat kifejezzük Isten felé, de az is fontos, hogy kifejezzem a családom felé, kifejezzem a barátaim felé, kifejezzem a gyülekezetem felé, hogy nagyon hálás vagyok érted, nagyon hálás vagyok azért, hogy te vagy nekem, hogy te vagy a feleségem, te vagy a férjem, hogy a barátom vagy, hogy ebbe a gyülekezetbe járhatok, hogy ide tartozhatok. Nagyon örülök, hogy ezen a munkahelyen dolgozhatom. És ez, hogyha így állunk hozzá, és így gondolkozunk, főleg, hogyha ki is fejezzük, akkor biztos nem lesz az bennünk, hogy ez mind csak az én érdemem. És biztos, hogy nem fogunk úgy gondolkodni, hogy ezt csak saját magamtól értem el. Hogy ezt csak saját magamnak köszönhetem. Oké, no. Nézzünk meg egy másik részt a Bibliában, ez a Pál levele az Efézusiakhoz, és ott a második fejezetben szeretnék felolvasni egy részt, az első verstől a tizedik versig, tehát Efézus 2, 1-től 10-ig. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek a világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szereteteért, amelyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, vagyis hogy megmenekülésetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Úgy látom, hogy ennek a résznek és a kegyelemnek is az a lényege, hogy nem azt kapom, amit megérdemelnék, hanem pont az ellenkezőjét kapom, amit nem érdemelnék meg.
és hogy kicsit konkretizáljam, nem a bűnöm következményét, Isten jogos haragját és ítéletét, a halált kapom, hanem a megváltás és az Istentől való örök életet kapom, amit saját magamtól soha nem érdemelnék meg. És itt van az első három versben az, hogy azt mondja Isten, vagy azt mondja, hát hiszem az, hogy Pálon keresztül azt mondja az Úr, hogy a bűneinkben éltünk. Hogy a saját fejünk után mentünk, és nem foglalkoztunk Istennel. Mert minden ember alapból olyan, hogy nem keresi Istent. Nem az van bennünk, hogy Istent meg akarom találni. Nem ez az alap értelmezett állapotunk. Pedig erre teremtett Isten, erre alkotott meg minket, a vele való személyes kapcsolatra. De a bűn, az Istennek való engedetlenség, az hozta ki bennünk, hogy mindenféle másban próbáljuk megtalálni az életünkben az értelmet, a boldogságot, és hogyha belegondolunk a saját életünkbe, ugyanúgy éltünk, mint a környezetünkben lévők. Ugyanabban a dolgokban mentünk bele, persze lehet, hogy úgy gondolkodtunk, hogy hát én különbözök a többiektől. De valójában az is ugyanaz volt, csak ugyanúgy távolabb itt az is Istentől. Csak éppen az a másik irány. De azzal se az Urat kerestük. És azt mondja itt a Biblia, hogy ennek a világnak a fejedelme, a sátán uralkodott rajtunk. És ő irányította az életünket, ő volt hatással az életünkre. Vagy akár most is hatással van az életünkre. És azokat a dolgokat követtük, amik a saját kívánságaink voltak, amik saját testünk kívánságai, a saját vágyaink, amit a saját önző természetünk jónak látott. És hogyha belegondolunk abba, hogy sokszor úgy voltunk vele, hogy én segítek másiknak. De hogyha a legbelső motivációnkat megnézzük, akkor azt látjuk, vagy azt láttuk benne, hogy azt is azért tettük, hogy nekünk jobb legyen, hogy én előrébb kerüljek, hogy az én életem, amit az elején is mondtam, hogy a saját dicsőségem és a saját érdemem az nőjön, és nagyobb legyen. És azt mondja itt a Biblia ebben a részben, hogy nem tettünk semmi olyat, ami miatt Isten előtt elfogadhatók lettünk volna. Nem tudtunk semmi olyat tenni saját magunktól. Nem voltunk erre képesek. Annyira távol voltunk Istentől, hogy ezt nem tudtuk megtenni. És utána azt mondja a negyedik verstől, hogy de Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amelyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt. Isten annyira szeretett minket, hogy megkönnyörült rajtunk. Isten látta ezt az elveszett állapotunkat. Látta azt, hogy saját magunktól akármennyit is próbálkozhatunk, akármit is tehetünk, akármennyire is próbálhatunk változtatni saját magunkon, akkor sem tudunk közelebb kerülni Istenhez, és akkor sem tudjuk megoldani a bűnnek a problémáját, azt, hogy el vagyunk szakadva Istentől, és nem tudunk saját magunktól visszakerülni az Istennel való kapcsolatba. És azért, mert halottak voltunk. Egyszerűen egy szellemi halálban voltunk. A szellemünkkel, amivel kapcsolatot tudtunk volna létesíteni Istennel, az halott volt. És egyszerűen egy halott ember mire képes? Semmire. Nem tud senki mással kapcsolatot létesíteni, nem tud beszélgetni, nem tud semmilyen interakciót folytatni. És mi is ebben az állapotban voltunk. Hogy nem voltunk képesek arra, hogy menjünk Isten felé, hogy közeledjünk hozzá, hogy visszakerüljünk abba a kapcsolatba, amire Isten alkotott minket. És milyen jó az, hogy Isten annyira szeretett minket, itt látjuk ebben a részben, hogy ugyanúgy, ahogy Jézus Krisztust feltámasztotta a halálból, aki meghalt a bűneink miatt, ugyanúgy föl tud támasztani minket is. Ugyanúgy életre tud kelteni minket is, és ugyanúgy vissza tud vinni abba a kapcsolatba, amire szükségünk van, abba az Istennel való kapcsolatba. És ezzel a szeretetével és ezzel a tettével mutatta meg Isten nekünk azt, hogy milyen nagy és mérhetetlen a kegyelme rajtunk. Hogy milyen jóságos hozzánk. És hogyha belegondolunk ebbe, hogy nem voltunk képesek arra, hogy mi bárhogy is közelebb kerüljünk Istenhez, de Isten mégis megkönnyörült rajtunk.
és mégis megmutatta az ő kegyelmét. És gyakorlatilag tényleg ez a kegyelem, amit az előbb is mondtam, hogy amit mi saját magunktól nem érdemeltünk meg, azt kaptuk meg. Amit Isten adott nekünk, az tényleg egy mérhetetlen kegyelem. Amit tényleg, hogyha belegondolunk, akkor láthatjuk azt, hogy Isten mennyire szeret minket, és mennyire fontosak, és mennyire értékesek vagyunk az ő számára. És utána azt mondja itt ebben a részben, a 8. és a 9. versben, hogy hiszen kegyelemből van üdvösségetek. Tehát kegyelemből van a megváltásunk, kegyelemből van a megszabadulásunk. Ez Isten ajándéka. Ezért mi nem fizettünk semmit, ingyen kaptuk. És Isten Jézus Krisztus volt az, aki kifizette az árat. Ő volt az, aki magára vette a bűnöknek a következményét, és ő volt az, amit mi megértemeltünk volna, ezt ő magára vette, és azt mondta, hogy én vállalom ennek az embernek a büntetését. És nem csak egy embernek a büntetését, hanem mindannyiunknak a büntetését vállalta. És múlt héten is szó volt arról, hogy hit által, hogy egyedül hit által. És akkor tudjuk megismerni Jézus Krisztust, hogyha hiszünk benne. Hogyha elhisszük azt, hogy tényleg ezt Jézus értem tette. Elhisszük azt, hogy semmi érdemem nincsen. Hogy a bűneimben vagyok, semmi érdemem nincsen, de Jézus mégis meghalt értem, és mégis belekerülhetek abba a kapcsolatba, amire ő alkotott Istennel. És hogyha rábízom az életemet, hogyha elfogadom Jézus Krisztusnak az áldozatát, akkor ő helyre tudja állítani az életünket. És amit az előbb is mondtam, hogy ezért gyakorlatilag mi semmit nem tettünk, hanem ezt ajándékba kaptuk. Nekünk annyi a részünk, hogy hiszek ebbe, és rábízom magamat. És sokszor azt gondolják az emberek, vagy azt gondoljuk, hogyha majd elolvasom a Bibliát, és minden dolgot megtartok benne, hogyha mindent úgy csinálok, hogyha bizonyos törvényeket betartok, akkor, vagy bizonyos szabályokat, akkor majd el fog fogadni engem Isten. Vagy hogyha nagyon-nagyon sok jó tettet teszek, hogyha meg lesz ugye a napi 2-3 jó tettem, akkor majd Isten elfogad engem. De hogyha itt az Efézusnál, hogy itt van nyitva a Bibliánk, és egyet visszalapozunk a Galata 5-höz, ott a negyedik versben ez van, hogy akik törvény által akartok megigazulni, elszakadhatok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestek. Vagy elszakadhatok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestek, igen. Tehát nem a szabályok, nem a jó tettek, nem a törvénynek a betartása által fog minket Isten megszabadítani és megmenteni és elfogadni, hanem egyedül Jézus Krisztusnak az áldozata által, egyedül hit által, egyedül kegyelemből. És nem tudunk annyi jót tenni, nem tudunk annyi jó dolgot megtenni, hogy Isten elfogadjon bennünk. Nem tudunk megdolgozni ezért. És hát a jó dolog az ebbe az, hogy ezáltal senki nem tud dicsekedni. Senki nem tudja azt mondani, hogy hát én sokkal többet tettem, hogy Isten megmentsen engem, mint te. Mert valójában senki nem tett érte semmit. Ezért egyedül Jézus Krisztus tett. De ő nagyon sokat. Ő odaadta az egész életét, ő odaadta mindenét. De mi semmivel nem tudunk dicsekedni, és nem tudjuk azt mondani, hogy hát igen, ez én érdemem volt, mert nem a mi érdemünk volt. És nem a mi erőnk, nem a mi érdemeink, hanem egyedül Jézus Krisztusnak az áldozata árán. És amit mondtam is, hogy ami nekünk ingyen volt, azért Jézus Krisztus szenvedett, és ami nekünk nem volt büntetés, azért ő bűnhődött meg. És Jézus Krisztus maga vállalta ezt, és ő volt az, aki kifizette a mi bűneinknek a megváltását, a mi bűneinknek a váltságát. Nézzünk meg egy másik részt a Bibliában, ez a Titushoz írt levélben van, a Titus 2, és ott pedig a 11. vers. És ez így szól, hogy elolvasom, hogy 11-től 15-ig, Titus 2, 11-től 15-ig. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat,
Józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi, mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk, és üdvözítünk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. Ezt hirdesd, incs és fegy teljes határozottsággal, senki meg ne vessen téged. És azt mondja itt az első versben, a 14. részben, hogy mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Ez egy óriási kiváltság, hogy Isten mindenkinek felján felajánlja az ő kegyelmét, minden egyes embernek. Ez azt jelenti, hogy nincs benne kivétel. Nincs olyan ember, hogy hát figyeljetek, ti vagytok ez a csoport nektek, nincs felajánlva, hanem Isten azt szeretné, hogy mindenki megismerje Jézus Krisztust, hogy mindenki megismerje, hogy mindenki belekerüljön abba a kapcsolatba Jézussal, amit az Úr felajánlott nekünk. És a másik dolog pedig, hogyha már megismertük őt, hogyha megismertük Jézust, akkor Isten azt szeretné, hogy ezt tudjuk is továbbadni. Ami itt van a végén, hogy ezt hirdesd. Hirdessük azt, hogy Jézus Krisztus az, aki megváltott minket is. Hogy Jézus az egyedüli lehetőség, az egyedüli út. És nincs más, akin keresztül el tudnánk jutni az Atyához. És azt mondja a Biblia János 14:6-ban is, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. És senki nem mehet az Atyához, csak rajta keresztül, csak általa. Csak Jézus Krisztus által. Szokták mondani azt, hogy a kegyelem idejében élünk. És én is azt látom, hogy ez a kegyelem ideje, amiben vagyunk, mert Isten adott nekünk egy kegyelmi időt, ami azt jelenti, hogy a bűneinkre nem rögtön kapjuk meg a büntetést. Hanem van egy kegyelmi idő, amíg lehetőségünk van arra, hogy visszatérjünk Jézushoz. Hogy lehetőségünk van arra, hogy kérjük az ő megbocsátását, kérjük az ő helyreállítását az életünkbe. És ez a kegyelmi idő, ez addig fog tartani, vagy addig tart, amíg Jézus Krisztus vissza nem jön. Vagy a másik lehetőség, hogy amíg mi fizikailag itt vagyunk ezen a földön, tehát a gyakorlatilag amíg meg nem halunk. És addig van lehetőségünk arra, hogy kérjük Istennek a bocsánatát a bűneinkre, az életünkre, kérjük az ő helyreállítását, és lehet, hogy mondják, hogy van tisztítótűz, meg hasonlók, de a Biblia nem ír egyáltalán ilyenről, hanem amíg élünk itt a Földön, vagy amíg vissza nem jön Jézus, addig van lehetőségünk arra, hogy elfogadjuk őt, és döntsünk Jézus Krisztus mellett. És itt igazából egyszerű a döntés, Jézusra szeretném élni az életemet, és utána az örök életemet, vagy nem szeretné Jézussal élni az életemet, és utána az örök életemet sem. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog az életünkben, mert gyakorlatilag ez határozza meg, hogy itt a Földön hogy élünk, hogy milyen a gondolkodásunk, hogy kibe bízunk, hogy kibe reménykedünk, és ez fogja meghatározni utána az örök életünket is, azt is, hogy mi lesz velünk utána. És arra bátorít Isten minket, és arra bátorít ez a rész is minket, hogy döntsünk Jézus Krisztus mellett. Hogy azzal a kegyelmi idővel, amit kaptunk, azzal éljünk. Mert ez a kegyelmi idő, ez egy ideig szól. És lehet, hogy a mi életünk szempontjából ez egy hosszú idő, de nem tudjuk azt, hogy mikor jár le a számunkra. Úgyhogy fontos, hogy így álljunk hozzá, és így gondolkodjunk erről. Szeretném, hogyha megnéznénk még egy részt a Bibliából. Ez a római levélben van, tehát Pálnak a rómaiakhoz írt levelében. És itt pedig az 5. fejezetben, tehát Róma 5. És itt szerintem az első verstől szeretném olvasni majd az 5. versig. Tehát Róma 5, 1-től 5-ig. Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat, ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében.
De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe árad Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek vagy Szent Szellem által. Sokszor gondolkozunk azon, vagy sokszor gondolkodunk úgy, és ezt én is saját magamon észreveszem, hogy sokszor azt veszem Isten kegyelmének, vagy Isten áldásának, vagy Isten munkájának, hogyha valami pozitív dolog történik az életemben, és hogyha valamikor így előre haladok, vagy valamit kapok, vagy olyan dolog történik, ami látom, hogy ó, hát ez tök jó. És ez mennyire kellemes, meg mennyire nagy örömet okoz, de hogyha belegondolunk, akkor Isten kegyelme az is, hogyha próbák érnek. Isten kegyelme az is, hogyha megpróbáltatások, hogyha nehézségek érnek minket az életünkben, vagy hogyha veszteség ér minket az életünkben. És lehetnek olyan dolgok az életünkben, akár azt látjuk, hogy vagy azt tapasztaljuk, hogy elveszítünk egy állást, hogy valamilyen szinten vissza kell venni az életszínvonalunkból, mert olyan dolog történik, amivel nem tudjuk fenntartani azt az életszínvonalat, vagy akár az is lehet próba, akár az is lehet nehézség, hogy piszkálnak a munkahelyünkön, hogy nem, persze nem azért, hogyha nem dolgozunk jól, hanem azért, mert mi Jézus Krisztus követjük, vagy róla teszünk bizonyságot, és vagy nem akarunk belemenni olyan dolgokba, amik nem teljesen legális dolgok. És lehetnek ilyen próbák, ilyen nehézségek, meg akár veszteségek az életünkben, és ez is Istennek a kegyelme. Ugyanis ezek által is Isten formálja a jellemünket, és ilyen állhatatosságot hoz bennünk, és egyre jobban kipróbáltá tesz minket. Azért, mert ezáltal, hogyha belekelünk egy ilyen helyzetbe, akkor ezáltal kiderül az, hogy mi van a szívünkben. Hogy az van a szívünkben, hogy én Istenbe szeretnék bízni, és ebben a helyzetben is, hogy azt mondja Isten, akkor kitartok, és azt mondom, hogy Isten biztos nem akar rosszat nekem. Eddig is megtapasztaltam az életemben azt, hogy Isten a leges legjobbat szeretné a számomra, és lehet, hogy ez egy rossz dolog, lehet, hogy egy negatív dolog, lehet, hogy egy veszteség az életemben, de akkor is tudom azt, hogy Isten a leges legjobbat akarja. És ő tud ebben a helyzetben kitartást adni. És tudom azt, hogyha ilyen helyzetbe kerülünk bele, mert egyszer-kétszer volt alkalmam nekem is megtapasztalni, hogy nem egyszerű. De nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy nem az volt bennem, hogy tehette ezt Isten. Hanem tök jó volt az, és nagyon jó volt megtapasztalni akkor is, hogy tudom azt, hogy Isten nem akar rosszat. Tudom azt, hogy Isten nem akarja, nem akarja azt, hogy tönkre menjen az életem, hanem tudom, hogy ő jót akar nekem. És tényleg ezek a próbákon keresztül kiderül az, hogy valójában ki van a szívünkben, és ki a szívünk. És az érdekes, hogy ez elsősorban ez a számunkra derül ki. Mert valójában Isten tudja, hogy mi van a szívünkben, a próba nélkül is. Teljesen tisztában van azzal, hogy én hogy gondolkozok, és mennyire fontos ő a számomra. És ezáltal azt akarja elérni Isten, hogy mindig Jézusba vetett reménység legyen bennem. Hogy Jézusba vetett reménység legyen bennünk, és az legyen benne a szívünkben, hogy tényleg Istenbe keressem a megoldást. Hogy Jézus Krisztusba keressem azt, hogy lehet megoldani ezt a helyzetet. Vagy hogyha nem tudom megoldani, akkor azt mondom, hogy Uram, én benned bízok. És tudom azt, hogy te tudsz megvigasztalni, te tudsz helyreállítani, te tudsz meggyógyítani, te tudsz továbbvinni, te tudsz megerősíteni. Vagy hogyha akár egy életszínvonalbeli visszaesés lenne, akkor Isten is tud abba segíteni, hogy hát Uram, te adtad, az Úr adta, az Úr el is vette, áldott legyen Istennek a neve, mert... Ő tud újat adni, vagy ő tud akár megtartani ebben a helyzetben is. Úgyhogy fontos, hogy tényleg így gondolkozzunk, és így álljunk hozzá, hogyha próbák, nehézségek, veszteségek érnek minket, akkor is lássuk azt, hogy az is lehet, és az is akár sok esetben Istennek a kegyelme. És akkor is lássuk, hogy Isten
még jobbá akarja tenni az életünket, akarja fejleszteni a jellemünket, és azt akarja, hogy még szorosabban, még jobban tudjunk benne bízni, és még jobban lássuk azt és tapasztaljuk azt, hogy egyedül Jézus Krisztusra van szükségünk. És a végén szeretnék még egy rövid részt felolvasni a Timóteushoz írt levélből, a második levélből a Timóteushoz, és itt pedig a második résznek az első versét, tehát 2 Timóteus 2.1, ami így hangzik: te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van. Azt mondja itt Pál Timóteusnak, hogy erősödjön meg Istennek a kegyelmében, abban, hogy mindent tőle kaptunk. Abban, hogy Istennek lehetünk hálásak, akár a szüleinkért, akár a barátainkért, akár a gyülekezetünkért. És fontos, hogy Isten felé kifejezzünk a hálánkat értük. De amit mondtam, hogy fontos az is, hogy nekik is fejezzük ki. És legyünk hálásak nekik is. És lássuk azt, hogy Istennek az ajándéka az, hogy lehetnek körülöttünk emberek, és olyan emberek, akik szeretnek minket, akik számára fontosak vagyunk. És a másik, ami pedig nagyon fontos, hogy tudunk megerősödni a kegyelemben, abban a kegyelemben, ami Krisztus Jézusban van. Hogy csak és kizárólag Jézus Krisztus áldozata által lehet egy valódi életünk, mert ő az, aki egyedül megbocsáthatja a bűneinket, és ő neki van hatalma megbocsátani a bűneinket, helyreállítani az életünket, és ő tud egyedül minket Isten gyermekévé fogadni, és ami által a mennynek az állampolgára lehetünk, és Jézusban vetett hit által, és az ő benne való bizalom által, és hogyha neki átadjuk az életünket, azáltal lehetséges ez. Ez is Istennek a kegyelme. Illetve amit utoljára mondtam, hogy Isten kegyelme az is, hogyha próbák, hogyha nehézségek, hogyha veszteségek érnek minket, mert Isten ezáltal is akar erősíteni a hitünket és a benne való bizalmunkat. És hogyha ezeket a dolgokat végiggondoljuk, meg megértjük teljesen az életünkben, akkor nagyon-nagyon hálásak leszünk Istennek. Nagyon-nagyon nagy kiváltságnak látjuk azt, hogy mekkora kiváltság, és milyen egy nagy öröm, és milyen egy lehetőség az, hogy ismerhetjük az egyetlen élő Istent. Azt az Istent, aki az egész világot megalkotta, aki minket is megteremtett, és láthatjuk azt, hogy mindenünk, amink van, azt az Isten kegyelméből kaptuk. És lehet, hogy mi is sokat hozzátettünk, lehet, hogy mi is nagyon sokat megdolgoztunk, vagy dolgoztunk ezekért a dolgokért, de ő volt az, aki az erőt és a képességeinket adta ehhez.